Ma Advanced téma következik, a fejlődésről és a növekedésről lesz szó. Ha valaki olyan szerencsés, hogy már egy jól menő vállalkozása van, akkor szerinted mi a legnagyobb kihívás az életében? Hogy mekkora jachtot vegyen? Nem. Kutatások szerint a növekedésnek a legnagyobb gátló tényezője a megfelelő szakemberek megtalálása és még inkább a megtartása. Az emberek motiválatlanok és közben mindent akarnak. Ha nincs egy jó csapat, egy jó rendszer, akkor még a legdinamikusabban fejlődő vállalat is elbukhat. Ha még nem láttad a vlognak az első két részét, ötlet, első lépések, megvalósítás, akkor kezd azzal, ugyanis itt mélyebbre ásunk, ahogy mondtam, hogyha már fejlődés van, akkor milyen kihívások elé állunk. Kezdjük el! Minden probléma egy ajándék. Problémák nélkül nem fejlődhetnénk. Tony Robbins. Sziasztok! Szántó Péter vagyok. Ebben az epizódban a fejlődésről fogunk beszélni. A felütéshez hadd meséljem el nektek Seth Godinnak az egyik gondolatát. Dolgozni annyi, mint hogy megmondják neked, hogy mit csinálj, és te meg is csinálod azt. Tehát dolgozni annyi, hogy bemész a gyárba, betartod a kritériumokat, követed azt, amit mondanak. Az pedig tud, hogy mindig lesz valaki, aki el tudja végezni a dolgodat. Sőt, lehet, hogy jobban, olcsóbban, gyorsabban is fogja tudni elvégezni azt. Lehet, hogy nehezek a feladatok, amiken dolgozol, lehet, hogy speciális végzettség kell hozzá, speciális tapasztalat kell hozzá, de attól még dolgozol. A művészeted, az alkotásod az akkor kell igazán életre, amikor nem tudják neked megmondani, hogy mit csinálj, de te kitalálod és meg is valósítod azt. A művészeted maga a tett, amikor felelősséget vállalsz, amikor kiállsz a tetteid mellett, amikor megkérdőjelezed az egyértelműt, a status quo-t, és valami olyasmit alkotsz, amivel emberek életét változtathatod meg. Akármilyen hangzatosan is hangzik ez. Tudjátok, Henry Ford mondta azt, hogy ha megkérdezte volna az embereket, hogy mit akarnak, akkor azt válaszolták volna, hogy gyorsabb lovakat. Visszatérve Sethez, ő ezt az alkotási folyamatot nevezi munkának. Persze, az nagyon is lehet, hogy a munkád során dolgozol, sőt, igazából a kettőnek a kombinációja tesz téged a szerkezetnek egy nélkülözhetetlen elemévé. És fejlődés témában sok mindenről lehet beszélni. Forgalomnövekedés, hosszú távú tervek, üzletfejlesztés, digitális transformáció. Pontosan ilyesmiről beszélgettünk Zsófival, most vettük fel a beszélgetést, úgyhogy majd nézzétek meg, kattintsatok ide. Sziasztok! És van egy olyan téma, amit én is szeretnék nektek elmondani. Várkonyi Balázzsal csináltam egy villámkérdéseket, ő ugye az E-Digitálnak az alapítója, és a következő gondolata eléggé megfogott. Balázs elég fiatalon vágott bele az E-Digitál elődjébe, és ahogy megtörténtek az események, a többi ugye szokták mondani, hogy történelem, vagy nézzétek meg a villámkérdésekbe, már az egyik legnagyobb webshopja van, és rengeteg boltja is van több városban, sőt már nemzetközi terjeszkedésbe is kezdtek, és pontosan ez az a kihívás, amit egy izgalmas változásnak él meg, mert ő úgy gondolja, hogy mással nagyon nem is tudna foglalkozni, viszont ebben sem ég ki, vagy érzi túl monotonnak, ugyanis mindig jön egy új és új kihívás. Nyilván nem ugyanaz ez a nagy komplexum, mint amikor mondjuk egy belvárosi kis boltot üzemeltetett, vagy mikor még csak megnyitotta a webshopját. Ugye jön, amikor szervezetfejlesztési kérdések vannak, vagy a logisztikát kell átszervezni, nemzetközi terjeszkedés, mondjuk egy másik országban lévő kisebb vállalatnak az akvizíciója. Nagyon sok kérdés van, és mindig ezekben az új partnerek keresésében, amikor elérkezik egy következő mérföldkőhöz, neki az a kihívás, és így mindig tud tanulni. Ez az izgalom. Tanulság az, hogy ritkán adódik olyan megoldás, ami örökre szól. Ne keressük a tutit, inkább mindig fókuszáljunk arra, hogy mi a következő lépés. A Think Small az, hogy gondolkodjunk minél kisebbet, tökéletesen illik ideig, hiszen ahelyett, hogy a világ megváltó ötleteken gondolkozunk, mindig azt kell megnéznünk, hogy mi a következő lépés. Milyen új csapattagot kell felvennünk, milyen új logisztikai partner keresünk, vagy bármi, nézzük meg, hogy mi a következő lépés, és hogyha ezt megoldjuk, amire majd úgyis változik a világ, vagy egy nagyobb méretben vagyunk, akkor meg majd egy más kihívással kell szembenézünk, és arra keressük meg a partnereket, és keressük meg az adott megoldást. Most csak mindig ezt az első, azt a következő lépést kell megoldanunk. Így a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy folyamatosan készen állunk a változásra, és mindig az adott szintünknek megfelelően keressük meg a megfelelő partnert is, újra meg újra. Na most viszont már elindulunk Zsófitól, menjünk tovább!
vissza is pörögtünk ide, és hát ennyi fért a mai epizódunkba. Mindenféleképpen nézzétek meg Zsófival való beszélgetésemet, hogyha nem láttátok. Ide kattintsatok! És hogyha ezt látjátok, azt jelenti, hogy végignéztétek a vlogomat, amit nagyon szépen köszönök. Ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen nyomjatok a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, így nem maradtok le a következő tartalmakról. Persze csak, hogyha értékesnek találtátok. De ha annak találtátok, akkor a feliratkozás után kommenteljetek, indítsunk el egy beszélgetést, hogy mit gondoltok erről. Valamint, hogyha nem tudtok egy hetet várni a következő epizódig, menjetek át Instagramra, kövessetek be ott is. És még egyszer, köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!